vagy? Térdig. Iszonyodva nyálkákat húzó habokba, behullott házak szemfedele. Koporsó szeg szemhéjam hegyére. Görnyeteg lelkeknek feszíti ki leplép. Csendes harag lángol. Hallgat a sötétség. Hallgat a téba is. Ölünkben a tenger. Úgy ring két karunkban, mint egy síró ember. Mint egy gyerekjáték egy zománclaborban. Hullámzik. S ki tudja, viszi vagy rakodja. Milyen Isten játszik? Egy vízcseppet kap fel, azzal ondolázik, kezében a tenger. Felső Zsolt a város önkormányzat képviselőtestületének nevében tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. A 2010. évi Felső Zsolcai járvíz évfordulóján az emlékpark és az emlékmű ünnepélyes átadásán, avatásán. A Csomaszbrezben Felső Zsolca zenészeinek és a Mazsoret együttes tagjainak felvezetésével érkeztünk meg városunk újonnan elkészült és átadásra váró közösségi színterére. A fúvó zenekart Molnár Attila, a Mazsoret együttes Dudás Ágnes vezeti. A városunkban élő Gyenes Klára költőnő drámai hangvételű a Zsolcai Ár című versét Kramcsák Jánosné előadásában hallottuk. Köszöntöm nagy tisztelettel Csöbör Katalint, választókerületünk országgyűlési képviselőjét, és felkérem, tartsa meg beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a tiszteleti urak, polgármester úr! Azt hiszem, most már talán a 9. alkalommal gyűlünk itt össze Felső Zsolcán ezen a napon, amikor én is itt vagyok. 2010-ben a pusztító árvíz után ez a Felső Zsolcai Árvízi Emlékpark emlékeztet bennünket azokra a károkra, amelyeket Felső Zsolcának és a környéknek okozott. Nem felejtjük el azonban a kormány azonnali segítségét sem, minden lehetséges módon segítette a védekezést és a helyreállítást is. Ezzel az emlékparkkal szeretnénk emléket állítani az itt hősiesen védekezőknek is a jövő nemzedéke számára. Köszönöm a figyelmet! Felkérem dr. Tóth Lajos polgármester urat, tartsa meg beszédét! Tisztelt képviselő asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Az ébredő tavaszi természet minden mozzanata a megújulást, a jövőt sugallja nekünk, az élet dicséretét, mi pedig a 2010-es év árvízére és az azt átélt emberekre emlékezünk e percekben. Nincs ebben ellentmondás? A válaszom az, hogy nincs. A jelenről és a jövőről csak a múlt ismeretében, a múlt eseményeinek tükrében van értelme gondolkodni, beszélni. Sok gondolat kavargott a fejemben arról, hogy mi lehet az üzenete ma ennek a sziklának itt mögöttem, a felsőzsolcai emberek számára. Miért van értelme egy emlékműnek? És mit közvetíthet ez a szikla a 2010-es szörnyűségekről, a mai nap és a későbbiekben. Ezen gondolataimat szeretném megosztani azokkal, akik itt vannak, és jelenlétükkel részt vesznek abban, hogy ezek a pillanatok ünneppé válhassanak. Egy emlékműnek akkor van értelme, ha az emberekben, akik nézik, elindít valamilyen gondolatot.
Ha sok ember fejében ugyanaz a gondolat indul el, akkor van értelme. Felsőzolca lakossága eddig is, de 2010-ben az árvíz alatt és az újjáépítés időszakában önzetlenül tett, nagyon sokat tett, szeretett városáért, embertársaiért. Akkor megmozdult az ország, sőt még határon túlról is kaptunk segítséget, mind a védekezésben, mind a konszolidálás időpontjában. Az összefogás 2010-ben mindent jelentett. Városunk lakossága által végzett önfeláldozó munka azt a minőséget jelenti, amit egy ember életében ki tud hozni önmagából. Ez történt velünk 2010-ben, és ez adott erőt ahhoz az emberfeletti teljesítményhez, amire büszkén emlékezhetünk. 7 évvel ezelőtt az újjáépítési program elindításával kormányzatunk és Felsőzsolca olyan fejlesztésekbe kezdett, természetesen kormány segítséggel és vezetéssel, amelyek szükségesek egy nyugodt kisváros mindennapjaihoz. Felújítottuk az árvízben kimosott gödrös utakat, útpatkákat, töredezett járdákat. Ma építjük a zöld várost, a csapadék és belvíz elvezetést, épületeket korszerűsítünk, mintegy 620 millió forint nyertes pályázat eredményeként. Szintén pályázatból épül egy hónap múlva egy tornaterem a Szent István iskola udvarán. Köszönet, képviselő asszony! Előttünk áll, illetőleg mögöttem, egy óriás szikla természetes mi voltában. Föld feletti része 210 cm. Ez a kő nem akar faragott lenni, márványosan csillogni, külsőségeivel ékeskedni. Büszke, gyönyörű szikla maga természetes ősi szépségében, szívében Vas Albert idézetével. Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. Legyen ez a szikla és környezete élő emlékhely, amely szellemiséget képvisel, hordoz, üzen, átad, meghatároz, és ahol bárki letehet egy szál virágot, meggyújthat egy szál gyertyát, miközben emlékezhet és elmélyülhet gondolataiba. Azt kívánom, hogy ez a szikla be tudja tölteni nemes célját, amelyre született, ami miatt állítottuk. A park létrehozása egyben a múltra való emlékezés a jelenben, de fohász is a jövő felé. És legyen bár szomorú a múlt, a jelen csak akkor lehet élő valóság, ha van hitünk a jövőben. A hit az, amely csodákra képes, amelyekért élni érdemes. Legyen ez a szikla lelkiismeretünk tükre. Köszönet illeti az emlékek és az emlékhely őrzőit, a táblaavatás ötletadóit és megvalósítóit, köszönet Csöbör Katalin országgyűlési képviselőnknek, Felsőzsolca lakosságának, képviselőtestületünknek, egyházaknak, civil szervezeteknek, akik felkarolták az emlékhely gondolatát. És külön köszönet a hatóságoknak, akik méltó módon támogatták kezdeményezésünk megvalósítását. Még egyszer köszönet és hála. Zajasz plébános úrtól többször hallottuk, hogy akiket a jóisten szeret, az próbára teszi. Büszkén mondhatom, 7 év távlatából kiálltuk a próbát. Felsőzsolca települését és lakosságát 2010-től különös keggyel nagyon szereti az Úristen. Köszönöm szépen figyelmüket! Felkérem polgármester urat és segítőjét, Vékony Lilit, hogy a Felsőzsolcán élő nemzetékek nevében leplezzék le az emlékművet. Thank you.
Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Római katolikus kereszt, van görög katolikus kereszt, és most itt van Felső Zsolca keresztje. Ebbe benne van a szenvedés és a föltámadás. A szenvedés elviselése és abból való újjáépítés. Mi úgy mondjuk a keresztre a legyőzhetetlen győzelem jelvénye. Isten ezzel mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket. Ez a város lakosságának lelki, szellemi és fizikai teljesítő képességét is próbára tette, a próbát kiálltuk. Egy Felső Zsolcán dolgozó személy mondta, szabad idéznem, bizonyára utólag adja az engedélyét, legalább 5 év kell, hogy kiheverjük. Kihevertük? Én bízom benne, hogy hagyjuk gyógyulni a sebeket, és a sebek gyógyultával újra erővel, derűvel, jókedvel építjük szűkebb hazánkat és országunkat is. Abban a szellemben, ahogy Isten ránk bízta, mert felelősek vagyunk azért a történelmi időért, amelyben élünk és tevékenykedünk. Én ezekkel a gondolatokkal áldom meg Felső Zsolca keresztjét. Megáldatik és megszenteltetik ez az árvízi emlékmű, a Szentlélek kegyelme, akinek eljövetelét ma ünnepeljük, a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. De egy valamit nekünk zsolcaiaknak soha nem szabad elfelejteni. Aki Istenbe bízik, nem csalatkozik. Így kérjük a gondviselő Istent, hogy áldja meg és szentelje meg ezt a követ, jelképezve azt a szikla alapot, amelyre Jézus építette egyházát, hogy ez a város is ilyen hitből fakadó szikla alapra épüljön. És akkor sem a pokol kapui, és bízunk benne, hogy a világ erői sem vesznek előtt rajta. Urunk Istenünk, kérünk, áld meg és szenteld meg ezt az emlékművet. Az emlékeztessen bennünket, amikor rátekintünk arra, hogy minden nehéz helyzetben van kiút. Minden katasztrófában, minden nehézségben te mellettünk állsz, és erőt adsz számunkra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Fontos dolog emlékezni, fontos dolog az, hogy tudjuk, az Úristen az ő kezét rajtunk tartja, védelmez bennünket, ugyan próbákon keresztül visz, de ahogy megsebez, úgy be is kötöz, és a megrepett nálcát nem összetörni akarja, hanem sokkal inkább megerősíteni, helyreállítani. A pislogó gyertyamécses nem kioltani akarja, hanem annak a lángját óvni és védelmezni. Hát az ő újjászülő, újjáteremtő szent lelke áldjon és szentelje meg mindenkit, aki itt a mai napon velünk együtt emlékezik, és adja meg az Úr, hogy ennek az árvíznek emléke, ez mindig legyen a mi hitünknek megerősödésére. Amen.
kivétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, amely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel nemzedékek őrváltásain, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Én már itt vagyok, május 1-től.